hogy hozod le a magas energiát, ugye, mint nyilas alázattal. Úgyhogy letérdelsz, lehajtod a fejed, meghajolsz a dolgok súlya előtt, és ezt minden évben átélheted valamiben, hogy alázatot gyakorolsz valami felé, és így hozol le olyan energiákat, amellyel itt aztán szebbé és jobbá teheted a hétköznapokat is. És itt már ismét nem teremtesz karmát, mert égi erőket használsz, égi erőket hozol le, akkor nem teremtesz karmát. A cselekedeted már inkább exponenciálisan kivált hatásokat, de az már nem karma, azt már nem viszed úgy tovább. Na most a szent koronánk, az az égen a déli koronával jelenik meg. Ez a nyilas csillagképe alatt található. Ugye van egy északi korona, és van egy déli. A déli csillagképen között kell majd megnézni a nyilas alatt. A déli korona, vagy korona australis, azt jelenti, hogy a belső világokat uralom. Egyfelől, mivel ez az ekliptika alatti csillagkép, tehát ez azt jelenti, hogy a belső világokat uralom, itt van az ekliptika, és ez alatt van, nem bocsánat, ez az ekliptika, a napút, és egyfelől, mivel a tejúton van, ezért nem csak a belső, hanem a külső világot is uralom. És, vagyis amint fent, úgy lent, minden, mind a kettőt már te fogod a kezedben, és ezen a szegmensen bárhol vagy, a fénynemzés a feladatod. És ezt, ha belül ezt meg tudod élni, akkor ezt kell a hétköznapokba lehozni, ezt kell továbbadjad, ezt kell működtetni itt egymás között, és a Szent Korona ezt szimbolizálja, lehozni a magas tudást alázattal lépésről lépésre. Azért mondom, hogy lépésről lépésre, mert ma a nyilas csillagképe a Bak zodiákusában van, és a Bak mindig a Dávid király is minőség, hogy a semmiből indul el lépésről lépésre, hiszen a Bak is, ahogy ugrál, megnézi, hogy hova ugrik, mert különben lezuhan. És ez a Bak minősége. Ha Bak jegyében születtél, vagy a Bak csillagképével van között, akkor a te életedben ott megjelenik a lépésről lépésre való haladás. És ez alázattal kell, hogy történjen. A Bakura, a Szaturnusz maga, az alázat bolygója, a térd, térd hajlítás, amikor alázatot gyakorolsz, meghajolsz valami előtt. És ez párosul a nyilas fénynemzésével. Ha te fénynemzést akarsz, úgy értem, le akarod hozni ezeket az energiákat, és nincs benned alázat, akkor ott nagyon-nagyon durva dolgokat is végbe lehet vinni, és avval aztán lehet csúnyán ártani magunknak. Tehát ahhoz, hogy a tejútra menjél, ahhoz egóhalára van szükség. Ahhoz, és ezt szimbolizálja a zuhanó hős, a Herkules, ami itt van a beavató csillagkép fölött. Tehát Herkulesnek zuhannia kell, az egónak meg kell halnia, hogyha te föl akarsz menni a tejútra. Ezt szimbolizált a Herkules. És ugyanígy, ha te a fénynemzést akarod lehozni a földre, akkor alázatot kell gyakoroljál mindennel. Ki kell alakítanod a hálaérzetet mindenért. Köszönöm, hogy élek. Köszönöm, hogy ez történhetett velem. Köszönöm, hogy találkozhattam vele. Köszönöm, hogy átadhatták. Megkaptam azt az üzenetet. Köszönöm, hogy van mit ennem. Köszönöm, hogy élek, hogy lélegzem, hogy van, aki szeret, hogy van, aki gondol rám. Az, hogy itt vagytok. Az, hogy meghallgattok, és az, hogy figyeltek egymásra. Ez a hálaérzet. És ilyeneket minden nap belevihettek az életetekbe, és ezzel juttok el arra a szintre, hogy lehozzátok azokat az energiákat, amivel teremteni lehet itt, és sugározni. Ismertünk ilyeneket, Tereza anyát, akinél már a feltétel nélküliség jelent meg. De ő benne sem láttál sok egót, és sok ilyen törtetést. Mert ez már nem az a stáció, itt már másról kell szóljon a dolog. És ezt a mai világ nem érti meg, hogyha te nem akarsz milliómos lenni, vagy nem akarsz hatalmat, karriert, hanem valami más. Egyszerűen nem érti. Nem érti. Nincs ilyen mintája, mert már nagyon régóta kitörlődött az emlékezetéből, hogy volt valaha ilyen korszak a Földön, vagy más bolygókon, más csillagokon, csillagrendszerekben. Ezt elfelejtette, és mivel nem érti, ezért támad.
És hogyha támad, akkor ezzel téged edz, mert egyre jobban kell szeretned, hiszen te átlátod, hiszen a korona ezt szimbolizálja. Akkor kerül a fejedre a korona, ha már őt is magadba fogadod, mert a polaritásban szépen mész föl, és följutsz a piramis csúcsára, és ott már nincsen polaritás. Tehát minden rosszban van valami jó. A bakról már ejtettem egy szót, de azért nézzük még. A bak, mivel az ura a Szaturnusz, a bak mindig a sors feladatot szimbolizálja. Merre van az előre? Mindig előre néz. A bak egy stratéga, egy tervező, aki megvizsgálja úgy a dolgokat, hogy az utat meglássa. Tehát ő az, aki hosszú távon gondolkozik, aki rendszerben gondolkozik, aki azt figyeli, és azt a kérdést teszi fel, hogy tudod, honnan jöttél? Tudod, hogy hova tartasz? Ezek a kérdések foglalkoztatják a bakot. És ahhoz, hogy lépésről lépésre fejlődhessél, ahhoz a múlt tudására van szükség. Azt a fénynemzést, amit a nyilasban meg elvégeztünk, azt a bakban testet tudod ölteni. És Jézus is megszületik a bakban, bakként. És ha megfigyeljük az árpádházi királyainkat, mindig a bakhoz csatlakozik. Szent Istvánunk, tehát Istvánunk Vajk, 969. december 27. bak időszaka. És ma milyen érdekes, hogy aki bak jelében születik, vele szemben a rák, és itt a táborban tonnaszám, azok mind a tejútról jönnek. Mindannyian a tejútról jöttök, csak az energiát szinte közvetlen csatornából hozzuk a tejútról. Aki ezen a tengelyen van, ne aggódjon, aki nem ezen a tengelyen van, az is minden évben rámegy erre a tejútra, és hozza az energiát, csak van, aki kicsit többet, és van, aki egész életében szedi le, szívja le a tejút energiákat, csatornázza, hozza le, és ezért van ma rengeteg bak és rák tengelyen élő személy. Na most ahhoz, hogy elvégezzük a feladatunkat, azzal, hogy elvégezzük a feladatunkat, hiszen a bak előre néz, azt nézi, hogy merre van tovább. Ezzel lépésről lépésre tesszük le a keresztünket. És akkor volt egy ilyen, vagy van egy ilyen sztori, hogy a kereszthordás. Elmegy a lélek, és azt kéri, hogy hát uram, nagyon nehéz az én terhem. Adj egy másikat, nekem ez nagyon nehéz. Hadd tegyem le. Főnök azt mondja neki, jól van, tedd le. Itt van egy másik. Fölveszi, elindul, megy. Fú, ez rohadt nehéz. Azt mondja, ez még nehezebb, ez nem jó, ez nem jó, hadd tegyem le, leteszi. Azt mondja, semmi baj, ott van egy másik, vedd föl. Fölveszi, elindul, ez még jobban, már rogyadozik a lába, viszi a másik keresztjét, ledobja, ez nem jó, ez nem az övé. És akkor azt mondja, semmi baj, ott van egy harmad, vedd föl. Az Úr kegyes vele, amit csak akarsz. Fölveszi azt is. Na, ez egész jó. És akkor nem a sajátját vette vissza. Tehát fölvehetjük egymás karmáit, egymás terheit, de körülbelül rövid úton vagy beleroppanunk, vagy pedig egyszer ledobjuk. És abból nagy szakadások történnek. Elég, ha csak a tiedet hordozod. És ez a baknál, a bak minőségnél szól, hogy mit hordozok? Mi van a vállamon? Mit kell majd letennem? És ebből jön a vízöntő, hogy onnan ismered a vízöntő, mint a tisztulás, a megtisztítás, a vízöntőség, mint uránuszi, uralom alatt álló bolygó, csillagkép, vagy zodiákus jel, vagy minőség, azt mondja, hogy ha fölismered a feladatodat, nézd meg, hogy hogyan tudsz tőle megválni. Aki vízöntő minőségben él, mozog, vagy kapcsolatba kerül, ott a tisztítás, a tisztulásról van szó. És hogy ismered meg, hogy mi ez a dolog? Úgy, hogy meglátod, és na nem, ezt nem, én ilyet nem csinálok. Na pontosan az lesz az, amivel neked dolgod van, és pontosan az lesz az, amit nem tudsz elkerülni, és ezért van, hogy
Meg összeházasodik valaki, és a fér részeges, kész, elválok. Jön a következő, na hát az is részeges. És már a negyediknél tart, és én mindig ugyanaz a részeges állapot, ugyanaz a férjén, és nem tanul abból, hogy az első is ugyanolyan jó lett volna neki. Nem kell a kereszteket fölvenni, mert mindig ugyanazt kapott addig, amíg meg nem érted, hogy mi az, amitől meg kell tisztuljál. Tehát mehetünk olyat, hogy egy ismerősöm most elvált a férjétől, és elment világgá. Menjél. Úgyis visszajössz. Ő úgyis megvár, mert a probléma elől nem tudsz elmenni, akárhova mész. Sehova nem tudsz elbújni, és mindig utol fog érni, csak éppen más testet ölt, más formában jelenik meg, de hiába menekülsz. Tehát, ha látod, hogy valamivel feladatod van, akkor nem mazohizmus ez, hanem erő. Megállok, megnézem, megismerem, megtapasztalom és befogadom, és utána tudok tovább menni. Felesleges így elhárítani, de ezt így ismerszik meg, hogy egyből, na nem, ezt soha. És a vízöntőben lévő energiák, ő már a karmától tisztít meg, szintén a karmától. Tehát ha bevállalod ezt, befogadod azt, amivel feladatod van, akkor egész egyszerűen úgy nem csak, hogy leteszel egy keresztet, hanem így... így felszabadulsz. Érzed, hogy egyre könnyebb vagy, egyre jobban légiesebb. És már nem sok minden tart itt a földön, csak az, hogy tegyél fényt nemzé, tegyél, segítsél, sugároz, húzzál másokat is föl. Tehát ezzé változik, amint te leteszed a te energiádat. Mert akkor már nem vagy önző, akkor már nem mondod, na én letettem, én már ide többet nem születek le. Nem mondasz ilyet, mert már abba az állapotba kerülsz, hogy akkor segítek másoknak is. Persze megteheted, hogy elmész, ha elvégezted a feladatodat, akkor Isten veled. De amúgy inkább maradj és segíts azoknak, akinek még tudsz. Mert nagyon sokan várnak rá. És végül a halak csillagképébe, amiből indultunk az év körén, amelyből az Al-Risa csillag volt az alfája, tehát a legfényesebb csillaga a két halnak, egyébként ez az egyik és a másik hal a végén, és közöttük a szál, a kötelék, az ami köt. Tehát, hogyha ezen az összekötő szálon van a bolygód, bárhol, akkor néznek, hogy az az energia, ami ott van, mondjuk egy Merkur, akkor a Merkur területén vagy kötve. Kötve vagy mondjuk az információhoz. Miért vagy kötve? Minek neked az információ? Ha kötve, ha ott áll a Mars, akkor ilyen cselekvési kényszered van, és csinálnod kell. Pedig el kell, a kötelet el kell oldani. És akkor minek? Tehát a nem cselekvés állapotába jutsz majd el. Ez a magasabb szintje. A visszaúszó hal, és mivel ezen a visszaúszó halon van a kos nulla foka, a tavaszpont, ezért vagyunk itt 6 milliárdan. Visszaúsznak szépen a halak. Mindenki visszajön, mert még most vissza kell térni, hogy teljesítsük, eloldozzunk, eloldjuk, elvágjuk a feladatokat, elvágjuk a kötelékeket, mert félisteni szintre visszafelé a teremtőhöz ebben a korszakban csak úgy jutsz, hogyha nincs köteléked, nincs ami visszafog, nincs ami visszahúz. És ez a visszaúszó hal, ez szimbolizálja. Mi az, ami ez ragaszkodsz? Hát vágd el. És az is lehet, hogy... Tehát ez az egyik része, hogy ezért vagyunk ennyien, ezért a visszaúszó halon a mostani korszakban 6 milliárdan, mert később nem lesz ennyire szükség. Sokkal már egész más rendszerre lesz a világnak. Nem kell már visszajönni. Karmától mentes korszak következik. Tehát vagy visszajössz azért, mert valamihez ragaszkodsz, és azt el kell oldani, vagy visszajössz azért, hogy átadjál egy üzenetet valakinek. Valahol ott legyél, letegyél egy poharat pont abba, ahol a golyó útja lenne, ami őt eltalálná. Visszahozod neki, hogy nem kell meghaj. Kegyelmet kaptál. Kegyelem korszakában vagyunk. És ezt mindannyian érezhetjük, amint egy lépést teszünk afelé, hogy le akarom tenni a kötelékeimet. Amint egy ilyen lépést megteszel, vagy kimondasz, vagy ami gátolattól meg akarsz szabadulni, abban a pillanatban kapod a húzó erőt fentről, a tejútról, angyalok formájában, vagy bármilyen formában, egyszerűen csak a Szentlélek kiáradása által, bárhogy.